Bizonyára többen hallottatok már róla, hogy végre elkészült a járványról szóló egyórás dokumentumfilmünk. A YouTube-os felhasználók mindebből nem sokat észlelhettek, ugyanis a gyűlöletbeszédre, félretájékoztatásra és egyéb mondva csinált kategóriákra egyre érzékenyebb algoritmusok miatt még a premier vetítés előtt letiltották a filmet, ami azt jelenti, hogy a terjesztés szempontjából legalkalmasabb felület nem áll a rendelkezésünkre. Mindebben persze semmi meglepő nincs. A YouTube tulajdonosai egy olyan globalista érdekcsoporthoz tartoznak, akiknek egyik fő küldetésük, hogy kirekesszék és elhallgattassák a hagyomány értékeinek képviselőit. Magamfajtákat, vagy fogalmazhatok így magunkfajtákat, állandóan összeesküvés elméletgyártással is, vagy gyűlöletbeszéddel vádolják meg, egyszerűen csak azért, mert időnként úgy érezzük, hogy az egy mesterségesen legyártott valóság, amit valóságként akarnak számunkra elfogadhatóvá tenni. Ez egy rendkívül súlyos bűn ebben a világban, tehát azonnal meg kell bélyegezni és ki kell rekeszteni azt, aki halál megvető bátorsággal mondjuk gondolkodni merne. Ettől függetlenül szeretnénk, ha minél több emberhez eljutna. Szerencsére vannak alternatív lehetőségek. A filmet több helyre is feltöltöttük. A videó alatti leírásban ezek linkjeit megtaláljátok. Szóval ez lenne a videó fő célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy létezik a film, és a cenzúra ellenére is elérhető. Nézzétek meg, ajánljátok másoknak, beszéljetek róla, írjatok róla ismertetőt vagy kritikát. Nem azért, mert mi csináltuk, hanem mert meggyőződésünk, hogy csak akkor lehet a jövőben az ilyesfajta történéseket érdemben elkerülni, ha éberek maradunk, és a megfelelő szinten fenntartjuk magunkban annak tudatát, hogy a járvány ürügyén milyen szörnyűségeket követtek el az egész emberiséggel szemben. Ha már itt tartunk, megragadom az alkalmat arra, hogy megosszak néhány kulisszatitkot a videó tartalmáról és a filmkészítés folyamatáról. A film a 2020-ban kibontakozó és 2023 tavaszáig tartó COVID-helyzet összegzését nyújtja. Elsődleges célja nem az, hogy valami nagyon nagy újdonságot mondjon, hanem hogy visszatekintsen és levonja a megfelelő tanulságot ezzel az időszakkal kapcsolatban. Ehhez sikerült 9 olyan szakértőt találni, akik a kezdetektől fogva következetesen ellenálltak a soksebből vérző manipulációknak és kritikusabb viszonyulásra, fokozottabb tudatosságra ösztönözték az embereket. Noha a dokumentumfilm témája maga a járvány, a hangsúly az abszurditások, ordító ellentmondások és aljas, tudatalatti befolyásolási módszerek leleplezésén van. Vagyis azon, ami a médiavadás csatornán mindig is központi szerepet játszott. Az összes média túlnyomó többsége, szinte 100% az egyetlen érdekcsoportnak a tulajdona befolyása alatt áll. Parancsba adták, ezt világossá tették az összes dolgozójuknak, hogy csak erről írhatnak, csak olyan szempontból, csak úgy, ahogyan tovább tudják fokozni ezt a félelmet az emberekben. A film ötlete 2022 nyarán fogalmazódott meg először. Sosem vettünk még részt ekkora projektben, ezért a folyamat kicsit döcögősen indult. Aztán viszont elkaptuk a fonalat. Ősszel kezdtük meg az interjúk leszervezését, amiket decemberben és januárban vettünk fel. Utána pedig megkezdődött a vágás több hónapos munkálata. A film végül június elejére lett kész, azaz tulajdonképpen majdnem egy évet foglalkoztunk vele. A készítési folyamat időnként igencsak megpróbáló volt, mind a ráfordított idő, mind a szűkös anyagi lehetőségek miatt. De az eddigi, elsőprően pozitív visszajelzések alapján úgy tűnik megérte a fáradtságot. Június 24-én még mozis vetítést is tartottunk, ahova olyan sokan jöttek el, hogy újra le kellett vetítenünk a filmet azoknak, akik már nem fértek be a terembe. Sőt, még egy telexes firkász is beférkőzött a soraink közé, aki írt is egy harmadgyenge elemzést a filmről. A neten már rossz minőségű kalózverziók is terjengtek, amiket úgy kellett letöröltetnünk, hogy megfelelő formában juthasson el az érdeklődőkhöz. A film egy héttel a megjelenést követően durván 100 000 megtekintésnél tart. De úgy gondoljuk, ez a többszöröse is lehetne, ha a terjedést nem korlátoznák ilyen drasztikusan. Az internetes terjesztésen túl szeretnénk még további vetítéseket tartani, ahol a szereplőkkel is lehetőség lenne találkozni. Akinek ezzel kapcsolatban javaslata van, vagy segítene a szervezésben, kérjük jelezze.
Hamarosan meg fogjuk jelentetni a megkérdezettekkel készült interjúk 20 perces változatait. Akit bővebben is érdekel a film egy-egy szereplőjének véleménye a témában, az itt majd meg tudja tekinteni. A videó alatti leírásban feltüntettünk néhány finanszírozási lehetőséget is. Aki szeretné támogatni, hogy létrejött ez a film, vagy a Médiavadász további videóit és filmjeit, az alábbi módokon megteheti. Jó filmezést kívánunk!